főállású apák ezzel a témával megyünk tovább, és ebben Bakó Eszter tanácsadó szakpszichológus lesz a segítségünkre. Sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. És üdvözlök mindenkit. Nyugaton egyre nagyobb szokás, most elsősorban Svédországban olvastam azt, hogy az édesapáknak három hónapot kötelező jelleggel otthon kell tölteni, azért, hogy ezáltal nekik is jobban alakuljon a gyermekükkel való kapcsolat. Magyarországon ilyen szempontból mi a helyzet? Magyarországon tudomásom szerint ez, ez nem egy kötelezettség, ahogy amúgy északi szomszédainknál is egy választható lehetőség. Itt még nem tömegekről beszélünk az édesapák esetében, akik, akik azt választják, illetve nyilván egy ilyen családi konszenzus vagy kompromisszum eredményeképpen, hogy, a, hogy az apuka tölti be az elsődleges gondozónak a szerepét, aki otthon marad, de vannak olyan munkaerőpiaci, meg Uh, nem tudom, demográfiai, illetve értékrendbeli változások, amik, amik, ebbe az irányba mutatnak, hogy egyre több férfi fogja felvállalni ezt a szerepet. Itt elsősorban az anyagi támogatásra gondolsz, vagy mit lehet ezzel uh, Én azt látom, megtapasztalom, meg tudjuk is, hogy így a, a nőknek a szerepe az elmúlt évtizedekben nagyon megváltozott, tehát hogy egyre több nő kerül vezető pozícióba egy multinacionális cégnél, vagy hogyha nem is multinál, bármilyen ö, foglalkozásnál vagy munkakörnél fogva, ö, egy pár, egy házas pár ö, azt a megoldást látja a legcélra vezetőbbnek, hogy, a, hogy, a, hogy az apuka maradjon otthon, mert például mondjuk szabadúszó, vagy művész, vagy vállalkozó, tehát bármilyen okból kifolyólag ö, kisebb anyagi veszteség, vagy, vagy akár így a karrierje szempontjából uh, megoldhatóbb számára, mint az édesanyának az, hogy, hogy otthon maradjon, ez egy, ez egy jó megoldás lehet. Én azt gondolom, hogy itt, itt nem uh, arról van szó, hogy semmilyen lélektani jelenség esetében sem, hogy ez most egy jó vagy egy rossz dolog, hanem arról, hogy egy, hogy egy pár ezt a témát sok szempontból uh, a körülmények összefüggésében átbeszélve eljut egy következtetésre, és azt gondolja, hogy ez a családi homeosztázisuk egyensúlyok szempontjából ez, ez, praktikusabb, mint hogyha az anyuka marad otthon. És egyébként ez is sokféleképpen nézhet ki, tehát egy édesanyja is összemehet, hát nagyon ideális esetben négy vagy hat órába, vagy nyolc órába dolgozni, tehát hogy itt azért nem fekete-fehér felállásokra kell gondolni. Hogyha általánosságában nézzük az otthon maradást, függetlenül attól, hogy édesapa vagy édesanyja, te, mint pszichológus, mit szoktál javasolni vagy tanácsolni, hogy mi az az idő, intervallum, ami érdemes otthon maradni a gyermekkel? Um, hát néhány hétig, mármint hogy attól függően, hogy, hogy a, a, az apáról vagy az anyáról van szó, tehát hogy, hogy um, néhány hétig, egy-két hétig a gyermek születése után mindenféleképpen, ezt ugye a cégek um, különbözőféleképpen támogatják, illetve van erre egy törvényi szabályozás is. Um, Amúgy pedig, ugye hát tudjuk, hogy törvényileg három évig tudott otthon maradni egy édesanyja egy kisgyermekkel, ez így ennek az anyagi támogatottsága változik így az idők folyamán, de nagyon sokan ugye bölcsedébe iratják a kisgyermeküket, tehát már két éves kor előtt, én azt gondolom, hogy, hogy, ez is egy jó megoldás tud lenni, tehát hogyha ha az édesanyja számára ez egy kiegyensúlyozottabb, tehát ő ettől kiegyensúlyozottabb, akkor, akkor a gyermeke is attól kiegyensúlyozott lesz. És hogy ha valaki, nem tudom, bölcsödébe iratja a gyerekét, akkor az nem azt jelenti, hogy most nem tudom, egy elhanyagoló anya. Nagyon nagy dilemmák, gondolkodások révén szokott eljutni egy anyuka arra a következtetésre, hogy az a jobbik megoldás önmaga a szempontjából és a család szempontjából, hogy, hogy ő visszatér a munkaerőpiacra, és akkor kevesebb időt tölt a gyerekével vagy pedig egy másik esetben, hogyha az apuka tudja azt vállalni, hogy otthon marad, és ő tölt több időt napközben a gyermekével, akkor pedig ez is egy, egy jó megoldás tud lenni. Mikor ideális egyébként az édesapáknak a, az otthon maradása a gyermekekkel? Nyilván, amikor nagyon pici még, akkor nem tudja ellátni azokat a feladatokat, amiket az édesanyja gondol, itt elsősorban mondjuk a szoptatásra. Mikortól érdemes, mikortól lehet otthon maradni? Uh -huh. Hát én azt gondolom, hogy egy fél éves korig mindenféleképpen jó a gyermeket szoptatni, ugye hát sokan még ezt sokkal tovább is teszik, de hogy egy fél éves kor után már, már esetleg el lehet azon gondolkodni, hogy de ezt semmiféleképpen nem egy ilyen, nem tudom, egy olyan, iránynak vagy döntésnek gondolom, ami, ami, ami azt jelenti, hogy na most akkor ez egy, ez egy lecserélendő uh, megoldás az eddigi szokásjog helyett, vagy lehet, hogy ez a szokásjog nem, nem a legjobb kifejezés erre, de hogy amennyiben úgy találja a család, hogy akár anyagilag, akár más szempontból, egzisztenciálisan, vagy hát többségében mondjuk ezek, a, <laughs> ezek az érvek szoktak felsorakozni. A családnak a, a kiegyensúlyozottsága szempontjából ez egy, ez egy jó megoldás akkor, akkor ezen, ezen áll lehet gondolkodni. Én azt gondolom, hogy egy fél éves koráig mindenféleképpen jó, hogyha anya fejet kap egy csecsemő, persze át előtte is lehet fejni, de, de, hogy, de hogy utána már talán egy észterűbb megoldásnak tűnik. Milyen hatásai vannak egyébként annak, amikor az édesapa marad otthon? Gondolom, hogy az a apuka is másképp játszik a gyermekkel, meg az anyuka is. Mi ebben a különbség, illetve milyen hatások vannak? Uh -huh. um, én úgy azt olvastam erről a e, témáról, hogy ezt most azért mondom, hogy olvastam, mert én magam ilyen élethelyzetbe még e, nem voltam, de hogy a férfiak azok e, az ilyen babanyelvre, gügyögésre kevésbé hajlamosak, úgyhogy azok a gyerekek, akik, akik több időt töltenek e, csecsemő és kisgyermekkorukban az a, pukájukkal a szókészletük is uh, hamarabb fejlődik és gyarapodik, mert a, például az apukák uh, kevésbé gügyögősek, illetve illetve talán megengedőbbek uh, olyan szempontból, hogy hogy kevésbé aggódnak, kevésbé. Természetesen ez a kevésbé aggódnak, ez nem azt jelenti, hogy nem figyelnek oda a gyermekükre, de talán a, a, az anyákra ez az aggódó, féltő, szorongás jellemzőbb. Úgyhogy azok a gyerekek, akik többet vannak az édesapjukkal, azon túl, hogy lehet, hogy egy picit, de ez most egy ilyen spekuláció a részemről, vagányabbak lesznek, vagy kapnak egy olyan alapot, hogy így a, a világ az egy ilyen tágabb játszótér, amiben magabiztosan szaladgálhatunk nyilván az apuka óvóvédő figyelme körében. Egy olyan élményük is van, így kisgyermekkorukban, ami nagyon, nagyon értékes a mai világban, hogy minőségi időt töltenek az édesapjukkal. Most egy kicsit a másik oldaláról megvizsgálva ezt a kérdést, én azt látom, hogy, hogy amennyiben maradunk a tradicionális felállásnál, hogy anyuka otthon van, apuka dolgozik, borzasztó nagy teljesítmény kényszer van a mai világban fiatal, meg kevésbé fiatal férfiakon is, hogy akkor most én vagyok a kenyérkereső, és mindent meg kell, hogy adjak a feleségemnek, a gyerekemnek, a gyerekeimnek, és hogy én azt tapasztalom most így az érem túloldalán, hogy abból is rengeteg frusztráció tud származni, hogy mondjuk az édesanyja azt érzi, hogy egyedül van otthon, kevés időt tölt, minőségi időt tölt vele egyáltalán vele, mint házastárs, vagy mint nő, illetve akár a gyerekével nem teremtődik meg az a, az a kötelék, ami, ami igazából a legfontosabb ebben az időszakban. Millen egyébként az, a, az az idő, minőségi idő, talán ez a pontosabb kifejezés, ami ideális lenne egy apa-fia, vagy apa- lánya kapcsolatnak, akár napi, akár heti lebontásban? Most arról az esetről beszélünk, hogy ha amikor, otthonva... amikor az édesapa hagyom... nincs otthon is, és mondjuk a tradicionális példát említve, hogy ő mondjuk akár este vagy késő délután ér csak haza, mi lenne az ideális, hogy, hogy nyilván őnek is kialakuljon egy egészséges és természetes kapcsolata uh -huh. a gyermekével? Hát én azt gondolom, hogyha naponta legalább egy-két-három órát így minőségileg minden apuka a gyermekével tudna tölteni, az. az... Tehát tulajdonképpen 24 órából nem olyan nagyon kevés, de hogyha belegondolunk abba, hogy ez az idő mennyire tud minőségi lenni, hogyha nem tudom, ha egy nagyvárosban, de egy kisebb városban <kül> sem sokkal másabb a helyzet, talán itt mindannyiunknak több ideje megy a Budapesten az ingázással, uh, ugye akkor a, a feleségnek, az édesanyjának is egy van arra igénye, hogy vele is szót értsen, tehát hogy ez, ez nagyon kevés esetben teremtődik meg, uh, hogyha... Úgyhogy így a realitásnál maradva, hogyha van egy darab óra a napban, ami tényleg arról szól, hogy, a, hogy, az apuka osztatlan figyelmével a gyerekére, gyerekeire, és egyébként most már kisebb, illetve nagyobb gyerekekre is gondolhatunk, hiszen, hiszen egyáltalán nem csak a kisgyermekeknek van szüksége az apukának az osztatlan figyelmére, az, az nagyon jó lenne. Nem olyan gyakran tapasztalható, hogy ez meg tud valósulni, és ezzel nem nem tudom, bárkit hibáztatni szeretnék, hanem, hanem tényleg azt látom, hogy borzasztóan tudatosnak kell lenni így a mindennapi mókuskerék meg teljesítménykényszer közepette, hogy, hogy ez valóban meg tudjon valósulni. A társadalmi tendenciát nézve, te hogyan látod, nem tudom mennyire beszéltünk így általánosságban, de hogy, hogy, az édesapák nem félnek attól, hogy, hogy mondjuk akár egy fél évre, mondjuk vagy három hónapra mondjuk ők lesznek otthon a, a gyerekkel, és akkor mit tud majd kezdeni a helyzettel? Uh -huh. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen családi nem tudom, értékrendnek a függvénye is, tehát hogy vannak olyan, nem tudom, tradicionális gondolkodású családok, akik, akiknél ez szóba sem jöhet, hiszen annyira más értékrend mentén, tehát hogy, hogy annyira a belső értékrendükkel ez nem összeegyeztethető, és nem lenne komfortos sem a férfi, sem a nő számára egy ilyen szerep, hogy, hogy ez teljesen kizárva de én találkoztam már olyan párokkal, apukákkal, akik ezt ilyen menőnek találták most, hogy ezzel a szóval élve. Tehát, hogy, hogy tényleg, tehát, hogy ebbe van valami menő. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az a férfi, aki felvállalja ezt a szerepet, hogy ő marad otthon a gyerekkel, az valahol nagyon magabiztos, tehát, hogy biztos az ő férfiasságában, hiszen nem tudja megingatni egy ilyen női szerep, vagy ilyen, ilyen nőies szerep, mint a, az elsődleges gondozás. Uh, arra gondolsz, ilyen, hogy nem állam. a, a presztízsből, vagy akár a, a munkahelyéről, vagy az anyagiakból meríti az önbizalmát? Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy hogy aki elég magabiztos abban, hogy ő férfi marad akkor is, hogyha ő több időt tölt a gyerekével, vagy ne adj Isten, többször pelenkázza be a kisgyereket, az arra utal, hogy, hogy nem elbizonytalanítható az ő elsődleges principiumát, illetően. És egyébként általánosságban is fontos az, hogy már csak olyan szempontból is, hogy a férfinek is legyen külön kapcsolata, a gyermekével is, a nőnek is, apának is és anyának is, vagy beszélhetünk apa és anyai szerepekről, amiben mondjuk talán az apuka jobban tudja segíteni akár a kislányát vagy kisfiát, valamiben ő tud mást adni, mint mondjuk az édesanyja. Uh, hát igen, tehát hogy alapvetően egy, egy gyermeknek az egészséges uh, uh, növekedéséhez, pszichoszexuális, illetve érzelmi értelemben mind a két szülőnek a jelenlétére és odafigyelésére szüksége van, és alapvetően öntudatlanul olyan minőségeket közvetítünk férfiként, meg nőként, anyaként, apaként a gyermekünk felé, ami, ami alapvetően másról szól, tehát máshogy, reagálunk, máshogy reagál egy férfi, meg egy nő különböző helyzetekre, és ez még családokon belül is egyedi mintázatokat mutat, Ez most nem tudom elmondani, hogy hogy reagál inkább egy nő, vagy hogy reagál inkább egy férfi. Általában ezek a családi dinamikák kiegészítik egymást, tehát hogy bizonyos dolgokba a férfi a szigorúbb, megengedőbb más területen a nő, és ez családban, családonként változik, hogy, hogy mik azok a területek, ahol így milyen libikóka-szerűen alakulnak a azok a minőségek, amiket közvetítenek a gyerek felé. Én azt gondolom, hogy a ez most nem az én gondolatom, talán magától értetődő, de nem árt eleget hangsúlyozni, hogy a gyermeknevelés az nem egy, egy, emberes feladat ideális esetben, és még ideálisabb esetben nem is két emberes, hanem, hanem a gyermeknek annál jobb, minél, minél inkább egy olyan tágabb család, közösség, közeg veszik körül, aki, akitől tanulhat, akikhez igazodhat, akik odafigyelnek rá. Úgyhogy hát minél, minél többen vannak a gyermek körül, annál jobb. De természetesen a legfontosabb szerep az, a, az az apa, illetve az anya. Hát így kívánjuk, hogy tényleg sikerüljön ezt megvalósítani minden családba, hogy tudják adni az édesapa és az édesanyjának a minőségi jelenlétét. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönöm.